Köszöntöm a Sopron Televízió valamennyi kedves nézőjét, Önök heti rendszerességgel jelentkező sportmagazinunk a Hajrá Sopron decemberi első adását látják. Mai műsorunkban beszámolunk a soproni VSE Siófok elleni bajnoki mérkőzéséről, majd tudósítást láthatnak a Fehér Sasok Sport Egyesület ökölvívó termének átadó ünnepségéről. Ezt követően Sabáli Balázs, a Sopron KC régi új vezetőivel beszélgetünk, majd visszatekintünk a Sopron Basket hétközi Prága elleni Euróliga, illetve hétvégi Pink Pécsi 4-24 elleni bajnoki mérkőzésére. A labdarúgó NB2 hétvégi hazai záró mérkőzésén a soproni VSE együttese a Siófok ellen mérkőzött meg. A vendégek elsősorban az első félidőben nyújtott eredményes játékuknak köszönhetően vitték el a 3 pontot. A Merkantil Bankliga NB2-es bajnokság 20. fordulójában a táblázat két utolsó helyezettje találkozott egymással. A soproni VSE a BFC Siófok csapatát fogadta a Városi Stadionban. Farkas Tibor játékvezető, akinek segítői Pápai Zoltán és Bogi Csaba voltak, játékra alkalmasnak találta a pályát. A lelátón 300 didergő szurkoló várta a hazai csapat győzelmét. Mindkét csapat számára létkérdés volt a 3 pont megszerzése. A mérkőzést a hazai csapat kezdte, de a folytatásban a siófokiak akarata érvényesült. A 23. percben jobb oldalon futó siófoki támadásnál Petneházihoz került a labda, némi gondolkodás után 25 méterről jól sikerült lövéssel a jobb felső sarokba talált a meglepett Molnár fölött. Többet támadtak a vendégek, sokat elmond az első félidőről, hogy Balajca kapusnak egyszer sem kellett védenie. A csapatok egy gólos siófoki vezetéssel vonultak pihenőre. A második félidőt a vendégek kezdték, de a folytatásban a Vasutasok voltak a kezdeményezőbbek, többet birtokolták a labdát. A 66. percben Batizi Pócsi kapott pontos indítást a jobb oldalon, befelé vezette a labdát, egy csel után 25 méterről lőtt, Balajca vetődve mentett. A 83. percben Lázárral szemben szabálytalankodott, sárgalapot érően Fazakas Géza. A játékszert Petneházi állította le a soproni kaputól 30 méterre. Lövése nyomán a kapu bal oldalába tartó labdát Molnár mezőnybe öklözte. A 91. percben nagy iramodott meg a jobb oldalon, a leshatáron kilépő Kozma elé passzolt, de a jó ütemben kilépő Molnár lábbal tisztázni tudott. A mérkőzés végét jelző sípszó után a játékosok még levezették a felgyőlemlett feszültséget. Az első félidőben a vendégek akarata érvényesült, a második félidőben aktívabb volt az SVS-e, de egy jól eltalált lövés eldöntötte 3 pont sorsát, így érthető volt a siófokiak örömtánca. A Vasutasok ezzel a vereséggel nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Első fél időben nagyon jól megszervezték a játékokat, ezért nem nagyon tudtunk építkezni, nem nagyon tudtuk kihozni a labdát, nem nagyon tudtuk járatni a labdát, nem nagyon találtuk a réseket. Tényleg jól eltalált lövéssel vezetést szereztek. A második fél időben úgy gondolom, hogy a miénk volt. Szerintem egy X-et érdemeltünk volna, de sajnos nem sikerült. A soproni VSE idei utolsó mérkőzését december 10-én Csákváron játssza. A hétvégén ünnepélyes keretek között adták át a 2016-ban alakult Fehér Sasok Sport Egyesület ökölvívó termét. A megnyitón több hazai box legenda is tiszteletét tette. Hölgyeim és uraim, köszöntelek benneteket ma! Megnyitjuk a Fehér Sasok Egyesület! Így üdvözölte a megjelenteket Németh Nyiba Sándor olimpikon, a Fehér Sasok Sport Egyesület teremavatóján. A tavaly alakult klub ugyanis jelentős mérföldkőhöz érkezett. Végre otthonra lelt a Bánfalvi úton. Egy közel 360 négyzetméteres edzőterem szolgálja majd az ökölvívók fejlődését. A megnyitón részt vett dr. Simon István, Sopron alpolgármestere, aki elismerését fejezte ki mindazoknak, akik közreműködtek a létesítmény megteremtésében. Gratulálunk azoknak az embereknek, Gábornak és munkatársaiknak, akik ezt a nagyszerű ötletet kigondolták, kitalálták és meg is valósították. A köszöntő beszédek sorát Csiszár Szabolcs sportfelügyelő folytatta, aki reméli, sok lelkes fiatal kezdi meg öklözői karrierjét itt a Bánfalvi úti teremben. Csak azt kívánom, hogy nagyon sok gyerek járjon ide, meg nagyon fontosak a gyerekek. Már csak azért is, mert az egészségre, illetve a sportra tesz szokni a hangsúlyt, mi egy ilyen világot képzelünk el.
Az esemény megnyitóján a szorítóba szólítottak számos vendéget a hazai ökölvívás jelentős szereplői közül, többek között Gedő György olimpiai bajnokot, kétszeres Európa bajnokot is. Én vagyok a legboldogabb, hogy a magyar ökövó szakmai munkám mellé most már ide is el tudok jönni, mert itt is lesz egy ökövó szakosztály, itt is lesznek tanítványok, itt is lesznek gyerekek, akiket le kell vizsgáztatni, akik versenyzők lesznek. A Fehér Sasok Sportegyesület elnöke Horváth Gábor fontos feladatot tűzött ki az egyesület elé. Az ökölvívás megreformálásáért fognak dolgozni Sopronban. Megreformálnánk az ökölvívást egy picit. És pontosan azzal, hogy a legtöbb ökölvívó klub 10 éves kortól toborozza a gyerekeket, mi már óvodáskorú gyerekekkel szeretnénk megszeretetni a mozgást, a sport élményét, hogy esetleg kitekingetnek más sportba, ha majd visszajönnek hozzánk, akkor ők boldogan, vidáman és bátran jöjjenek vissza. Ezért is szeretnénk elkezdeni óvodásokkal foglalkozni, hogy minél szebb eredményeket tudjunk elérni, de ez az szükséges, hogy minél korábban elkezdjünk foglalkozni a gyerekekkel. Az újítások mellett az elnök szerint fontos, hogy minél több korosztályban és súlycsoportban tudjanak versenyzőket képezni városunkban. Természetesen egy rövid idő eltelte után összeállítanánk egy versenyzői gárdát. Minden korosztályból szeretnénk, minden súlycsoportból szeretnénk, úgyhogy ezért is várjuk a Sopronból az ökölvívni vágyókat, az ökölvívás szerelmeseit, mert egy igazi Fehér Sasok Sportegyesület csapatot szeretnénk felállítani az országos versenyekre és a nemzetközi versenyekre egyaránt. A hivatalos ünnepség végén Hencel Szabolcs atya, Szent György templom plébánosa szentelte fel az edzőtermet, majd zenei programmal és fogadással zárult a rendezvény. Visszatért a Sopron KC élére, a soproni férfi kosárlabda csapat egyik legjobb edzője, már ami az eredményeket illeti. 2017 év elején hagyta el a csapatot és mondott le vezetőedzői posztjáról Sabáli Balázs, ám a közelmúltól kezdődően ismét ő irányítja a csapatot. Szeretettel köszöntelek Sabit a stúdióban. Szia. Annak idején 2017, tehát az év elején beszélgettünk a lemondásodat követően. Mi történt veled ezt követően? Hát itt voltunk Sopronba, továbbra is ugye családdal, és hát igazából fél év aktív pihenés volt. Nem foglalkoztam túlságosan sokat a kosárlabdával, azon kívül, hogy próbáltam egy kicsit a külföldi nemzetközi kosárlabdába belevetni magamat, és ugye arról volt is cikk, hogy kim voltam a török Fellegvárnál, Fenerbahce-nál egy jó ismerettség révén. Én azt gondolom, hogy ez egy hasznos túra volt. Próbáltam követni az eseményeket, de igazából a pihenésé volt a főszerep. Egy hosszú időszak záródott le januárban. Én úgy gondolom utólag is, hogy jó döntést hoztam. Biztam benne, hogy segítek a csapaton ezzel a lemondással. Az, hogy ez mennyire sikerült, azt úgy látom már mindenki tudja és ismert mindenki előtt. Hasznosak ítélted meg ezt a törökországi túrát például a Fenerbahce edzőközpontjában mérkőzésein, tehát volt mit ellesni, eltanulni a török szakemberektől? Én azt gondolom, hogy a jobbaktól nem szégyen tanulni, és úgy tudunk előre jutni, hogyha meglátogatunk ilyen központokat, és én úgy éreztem, hogy most ezt ki kell használnom, tényleg abból kifolyólag, hogy ott az ottani ügyvezető az régió ismerősöm, és nagyon szívesen vártak. Nagy a különbség, tehát azért nem lehet összehasonlítani akár felépítésében sem egy soproni klubcsapattal, de azt gondolom, hogy az embernek látni kell ilyen szintet is, és látni kell, hogy az adott emberek hogyan dolgoznak egy ilyen klubnál. Tavasszal, nyár elején pedig érkezett a hír, hogy Sopronban válasz ismét munkát, hiszen az NB1B-ben szereplő csapatnak a vezetőedzői posztját vállaltad el. Gondolom azért volt más megkeresésed is, mert döntöttél úgy, hogy elkezd el a fiatalokkal foglalkozni Sopronban. Igazából ez már több hónap előtte eldőlt, később lett hivatalos.
Ja, a lemondásom után tisztában volt vele mindenki, hogy maradunk Sopronba. Megkedveltük a várost, és nem egy átjáróháznak gondoltuk az életünkben. Úgyhogy mivel a párom is Ausztriában dolgozik, illetve a lányunk is januárban elkezdte a bölcsödét, semmiképpen sem szerettünk volna tovább lépni. Én abban a tavaly szezonban nem is akartam elvállalni semmilyen munkát, akárki keresett volna. Ezzel tisztában voltak a menedzserek is, hál' Istennek nem is ajánlottak ki sehova. Ugyanakkor a helyi klubvezetés már jelezte, hogy szeretnék, hogyha valamilyen formában tudnám segíteni a klubnak az utánpótlását. És igazából márciusban nagyjából eldőlt az, hogy indítunk egy B-csoportos csapatot, és hogy akkor a fiatalokkal foglalkozok, azok a fiatalok, akik a felnőtt csapathoz éppen felkerültek, és ezt az átmenetet valahogy próbáljuk meg megoldani, hiszen az utánpótlásból bekerülni a felnőtt csapatba, az mindig egy nagy áruknak az átugrását jelenti, és igazából március vége fele már eldőlt az, hogy ebben a szezonban az NB1-B-s csapatnál vállalok munkát. Hogyan tekintesz vissza az elmúlt hetek, hónapok munkájára, amelyet a fiatalokkal végeztél? Én azt gondolom, hogy megtettek mindent annak érdekében, hogy előrelépjenek. Látszott az, hogy évelején látványosan tudtak fejlődni, majd egy stagnálás állt benne a játékban, a munkában. Ez azt gondolom, hogy valahol normális is, és onnan kell tovább lépni. Hát most nekem erre nincsen lehetőségem, hogy velük ott ilyen szinten foglalkozzak, de bízom benne, hogy az utódom majd tovább fogja vinni ezt a vonalat. Beszélgetésünk apropója pedig az, amelyet a bevezetőben is elmondtam, hogy ismét te lettél a Sopron KC vezető edzője. Itt voltál Sopronban, dolgoztál a fiatalokkal, ugye Váradi Kornéllal, aki egy végtelenül szimpatikus szakember, emberileg mindenképpen szerződést bontott a klub. Hogyan fogadtad a megkeresést, amikor a csapat vezetősége felkérte erre a feladatra? Nem fogok hazudni. Elsőre abszolút nemet mondtam. Több érvem is volt, akár családilag, akár szakmailag, akár emberileg. Nem biztos, hogy ezt találtam a legjobb megoldásnak, hogy nekem szerepet kell vállalnom. Ezt jeleztem is, és hát a vezetőség próbált további megoldásokat találni, de legfőképpen ugye házon belül kellett volna megoldani a problémákat. Tudom, hogy külföldi edzők neve is felmerült, és igazából hát pár nap gondolkodás után és átgondolás után úgy gondoltam, hogy ha nincsen más lehetőség és megoldás, most kell segíteni a csapaton, ami nem egy könnyű és nem egy hálás feladat per pillanat, akár a karrierem is rámehet arra, hogy ebbe esetleg belebukik az ember, de most nem mindig az eszére hallgat az ember, még ha nem is vagyok, tőzsgyökeres soproni, magaménak érzem ezt a csapatot, és az elmúlt 4-5 évben azt gondolom, hogy mondhatjuk azt, hogy félig meddig soproniak lettünk, úgyhogy bízom benne, hogy közösen, hiszen egy ember nem tudja megváltoztatni a csapatnak a játékát és az eredményességét, ez egy közös munka, amiben a mindenki partner, akkor azt gondolom, hogy sikerülni is fog. Én ezen vagyok, úgyhogy inkább dolgozni szeretnék, mint beszélni, bízom benne, hogy ennek a munkának majd az eredménye azért ki fog jönni. Korán sem nevezhető ideálisnak a helyzet a csapatnál. Sérülések hátráltatják a munkást. Ráadásul egy új játékos, Joshua Parker is érkezett, akit nyilván be kell építeni. Hogyan látod most a csapatot? És kérlek, egyfajta helyzetjelentést adjál a Sopron KC-ről, hiszen több sérülésről is lehetett hallani. Hogyan álltok most?
Röviden a helyzetem rózsás. Dénes Gabit ugye megműtötték, csütörtökön derül ki, hogy pontosan hány hetet kell még kihagynia. Takács Norbi az elmúlt két hétben nem edzett, a mai napon megy MR vizsgálatra, aminek az eredménytől függ, hogy mi az ő további sorsa. Tóth Geri ugyan már játszott az elmúlt meccseken, azért látszik, hogy az a késsérülés az nincsen teljesen rendben, de teszi a dolgát, és ezt elmondhatom az egész csapatról, tehát amióta én átvettem a csapatot, hogy mindenkinek a hozzáállása megfelelő volt. Én azt gondolom, hogy ez az alap, innen lehet kiindulni, innen kell a részletekre majd figyelni. Most, hogy új irányítót hoztunk, ugye az ő beépítése sem megy egyik napról a másikra, de bízom benne, mivel már több éves európai tapasztalata van Parkernek, hogy azért gyorsabban be fog illeszkedni, és lendületet fog adni a csapatnak, hiszen egy igazi irányítóra látszott, hogy nagyon szükség van. Ezt egyébként előadod is megfogalmazta, hogy az irányító kérdés az nagyon fontos volt. Mit kell Joshua Parkerről tudni, milyen európai múlttal rendelkezik, és mik az első benyomásait? Még csak néhány napja van a csapatnál, de gondolom azért már egyfajta véleményt tudsz formálni vele kapcsolatban. Hát vasárnap délután találkoztunk először, akkor edzettünk. Tehát elsőre, ami nagyon fontos, hogy intelligens és szimpatikus legyen egy játékos, és a nézése is már azt gondolom, hogy biztató. Azért próbáltuk leinformálni. Azt azért tudni kell, hogy ebben az időszakban, ebben az árkategóriában nem könnyű olyan játékost találni, aki minden pontban megfelel az elvárásoknak. Igyekeztünk a legjobbat kiválasztani. És ő volt az, aki tényleg az elmúlt szezonokban, akár Németországban, akár Törökországban, vagy legutóbb Bulgáriában is irányító poszton szerepelt, és az volt a fő karaktere. Én bízom benne tényleg, hogy tud egy olyan lökést adni a csapatnak, ami az elmúlt hetekben hiányzott, hiszen az irányító nélkül nagyon nehéz ezt a játékot űzni. Ő adja meg a fazonját a csapatnak, ő diktálja a ritmust. Úgyhogy elsősorban az ő szerepe az ez lesz, és elég fontos szerepe lesz. Kíváncsian várjuk Joshua Parker bemutatkozását. A hétvégén rögtön, hát a bajnokság egyik legerősebb csapatához, Székesfehérvárra, az Alba Kombhoz, az Alba Fehérvárhoz mentek, aztán hát kezdetét veszi egy erőltetett menet, hiszen érkezik Sopronba, ezt követően 16-án a Zalaegerszeg. Mit vársz ezektől a mérkőzésektől? Annak tudatában, hogy a csapat sajnos az utolsó a tabellán. Az a minimum, hogy megfelelő alázattal és elszántsággal megyünk ki a pályára. Én azt gondolom, hogy mindenki tisztában van a jelenlegi helyzettel, és ezt mindenki átértékelte az elmúlt időszakban, amikor nem voltak mérkőzések. Az Alba Fehérvár nem kezdte jól a szezont, ott is sok sérült volt, de valóban az egyik legerősebb kerettel rendelkeznek. Sose volt könnyű az ő pályáikon játszani, de nem fogunk feltartott kézzel oda menni. Viszont utána jön három olyan találkozó, ami még fontosabb, és remélhetőleg addigra már a csapat is az új irányítóval jobban összeáll. Zalaegerszeg hazai pályán, Jászberény idegenben, és hát két ünnep között ugye Pécs hazai pályán, de nem is kell ennyire előre rohanni, tehát mindig a következő feladatra kell koncentrálni. Most az első feladat, hogy tényleg az új játékost beépítsük, illetve hát nekem is egy hete vagyok a csapattal, hogy sok dolgot át kell beszélnünk, és dolgozni kell. Van-e változás az edzői tímben, vagy megmaradt az a felállás, amely Váradi Kornél mellett volt? Nem, ugyanaz a felállás van most is. Tester Vence László továbbra is a szakmai igazgató, illetve az erőléti edző is ugyanaz. Hát mivel lennél elégedett, hogyha előre tekintünk, és mondjuk valamikor tavasszal beszélgetünk, miben fogalmazta meg a vezetőség az elsődleges célt? Gondolom, hogy nyilván abban, hogy a kieső zónából minél inkább eltávolodjon a csapat. Hát, hogy honnan eltávolodik, akkor azt gondolom, hogy nyugodtabb körülmények lesznek.
nem könnyű, tehát frusztrált helyzet van, természetesen megvan a nyomás kintről is, de magától nem fog menni. Tehát ezért tenni kell, hogy onnan el tudjunk lépni. Úgyhogy valóban a kiesési zónának az elkerülése, és mivel nem szeretek így ennyire előre menni, mert valamilyen szinten nekem is új ez a csapat. Én azt gondolom, hogy a következő hetek azok sok mindent el fognak árulni majd, hogy mire leszünk képesek. Bízunk benne, hogy a szurkolók támogatásával akkor megindul felfelé a csapat. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát sok sikert kívánok, bízom benne, hogy tavasszal azért szép eredményekről tudunk majd beszámolni. Köszönöm szépen, hogy befáradtál, és sok sikert. Köszönjük szépen. Az elmúlt héten a Sopron Basket együttese 8 pontos vereségét szenvedett a vendég cseh USK Praha csapatától a női kosárlabda Euroliga alapszakaszának 6. fordulójában. Az első 5 pontot a vendégek szerezték, mely nem sok jót ígért a folytatásra. Szerencsére nem léptek el különösebben a csehek a kevés pontot hozó első negyed hajrájáig. A második 10 percben egyértelműen az ellenfél akarata érvényesült. Hiányzott a hazaiak védekezéséből a pontosság, és a hibákból sorra jöttek a kosarak. Soproni időkérést követően sem változott a játékképe. A Prága fokozatosan növelte előnyét, mely a 16. percben már 16 pont volt. A félidőben 29-44-et mutatott az eredményjelző. A fordulást követően nekiesett a Sopron a Prágának, és 3 perc alatt 10 pont alá csökkent a különbség. Natália Hejkova azonnal időt kért. Ha pontosabban dobják a zöld-sárgák a büntetőket, tovább csökkenhetett volna a hátrány, mely a negyed záró szakaszában így is csupán 5 egység volt. Az utolsó 10 percben Krisztál vette hátára a csapatot, ismét szorosabb lett az állás. Ivon büntetőjével már csak 4 pontra volt a Sopron Bonneréktől. Hiába sikerült a felzárkózás Bonner, majd Elhotova is igazolt a klasszisát, és eldöntötték a találkozót. Az utolsó percig küzdöttek a soproni lányok, így 8 pont lett a két csapat közti különbség a lefújáskor. I think we play two games. We play first half very bad. Az első félidei játékunk nagyon gyenge volt, még mindig Szekszárdon járt néhány játékosunk. A második félidőben már saját játékunkat tudtuk játszani, és a felzárkózás után volt esélyünk a győzelemre. Az első félidei produkcióval semmire sem megyünk az Euroligában, de ha a második félidei teljesítményt nyújtjuk, akkor van esélyünk az eredményes kupa szereplésre. A hétvégén már a női kosárlabdabajnokság aktuális fordulójában a Pink Pécsi 4-24 együttesét fogadta a Sopron Basket együttese. A hazaiak 14 pontos győzelmet arattak. Jó formában kezdte a sárgamezes Sopron a mérkőzést. Precíz védekezés mellett nehezen került helyzetbe az ellenfél, miközben a hazaiak sorra vezették az eredményes akciókat. Az 5. percben szerezte meg a vendég Pécs az első találatot, miközben a soproniak neve mellett már 12 pont világított. A folytatásban a hazaiak nem tudták fenntartani a hatékony játékot, és a fokozatosan bemelegedő szürkemezesek csökkenteni kezdték a hátrányukat. A negyed utolsó másodperceiben 20-16-ra alakult az állás. Weninger Virág bátor és eredményes játékával vétette észre magát. A fiatal soproni játékos az első fél időben nem kevesebb, mint 4 triplát értékesített, és 16 ponttal zárta az első 20 percet. A fordulást követően 44-42-re jöttek fel Rujákék. A vezetést azonban nem tudták megszerezni, de minden pontért alaposan megizzadtak. A 29. percben Dubej Debora duplájával ismét 2 számjegyűre növekedett a hazai előny. Az utolsó negyed 6-0-ás hazai rohammal indult. A Pink kitartó zónája ellenekkor sokszor rossz döntést hoztak, melyet a soproni vezetőedző is észlelt és időt kért. A taktikai pihenő után Milovanovic triplája hullott magas ívben a gyűrűbe. Jovanovic is jól engedte el a labdát, 20 pontra duzzasztva az előnyt. Az utolsó percben pontos dobásokkal közelebb jött a Pink, de végül a hazai győzelem nem volt veszélyben. Sopron Basket, Pink, Pécs 4-24, 82-68.
A Sopron Basket legközelebb szerdán lép parketre, a francia Bourges vendégeként. December 9-én szombaton reggel 9 órától kerül megrendezése a hűségnapi túra, szintén december 9-én 17 órától a hűségnapi futásra várják az érdeklődőket. December 10-én vasárnap 16 órától a Sopron KC Sportiskola a Solgó-Tarján együttesével mérkőzik meg a férfi kosárlabda NB1B-ben. Köszönöm igazán megtisztelő figyelmüket, Önök a Hajrá Sopront, a Sopron Televízió sportmagazinját látták. Kérem Önöket, hogy keressenek meg bennünket a YouTube-on, illetve ajánlom figyelmükbe a sopronmedia.hu híroldalt és annak Facebook felületét. Találkozunk egy hét múlva, minden jót kívánok, Hajrá Sopront!